Köszöntöm a duett nézőit, és szeretettel köszönöm Osztie Zoltán atyának, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Engedje meg, hogy beszélgetésünk elején én ismertessek egy rövidke kis hírt. A Polgári Magyarországért díjat 2016-ban a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosa Osztie Zoltán atya kapta. Néhány nappal korábban a Festetics palotában vette át ön a díjat, nem is akármilyen körülmények között, mert hadd mondjam, hogy megadták a módját. Ott volt a házelnök úr, ott volt Balogh Zoltán miniszter úr, az ő kezéből vehette át ön a díjat. Úgy érzi atya is, hogy megadták a módját? Igen, hát először is nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy egy olyan díjat kaptam meg, ami az előzményeiben, tehát azoknak a személyében, akik korábbi években kapták, egy rendkívül tekintélyes díjjá lett. Hiszen egy díjnak az értékét az mutatja, hogy kik azok, akiket ezzel a díjjal kitüntettek, vagy elismerték a munkásságukat. Tehát az önmagában véve számomra egy olyan örömteli kitüntetés volt, ami hát megrendített. Az indoklásban az szerepel, hogy ön 35 éves papi tevékenységéért és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöki székében 20 éven keresztül folytatott munkájáért kapta a díjat. Igen, ez rendkívül kitüntető, ahogy említettem már is, ez a kétféle indoklás, ez az életemnek vagy a munkámnak a két súlypontját is egyben jelzi. Hiszen elsősorban római katolikus pap vagyok, és ez minden mást meghatároz, a kézben való munkát is. Ezt külön szeretném kiemelni, mert számomra nem a elsősorban a közéleti, vagy pláne nem a politikai szereplésnek a kerete a kéz, hanem mindenek előtt vagy volt, hanem mindenek előtt a lelkipásztori szolgálatnak a része, méghozzá olyan horizontban, amit plébánosként soha nem kaphattam volna meg. Hiszen ez Kárpát-medencei, sőt, még tágabb környezetet is adott és lehetőségeket tárt elém. Milyen volt, kedves atya, ez a 20 év a kész elnökeként? Nehezen tudott szót érteni a mindenkori hatalommal, a mindenkori kormányokkal? Hát nagyon érdekes tapasztalatokat szerezhettünk itt ebben a kész munkában. Először is magáról az értelmiségről. Főleg a kezdeti időszakban, amit alapító elnökünk halála után bizony válságos időket élt át a kész, még per is volt belőle, és nagyon komoly hatalmi harcok is kezdődtek. És akkor az volt a tapasztalatunk, hogy az értelmiség dekadenciájához tartozik hozzá, hogy hogyan reagál válsághelyzetekben. Aminek nyilván az okai visszanyúlnak a kommunista diktatúra idejére és az értelmiségnek akkori helyzetére vagy állapotára. Sokféle oka van, de minden esetre akkor, amikor ezek a nehéz időszakok voltak, akkor egy csomóan és vezető értelmiségiek közül is rögtön kihátráltak. Tehát az elejével mindjárt első napokban mentem be az irodába, és jöttek a kilépési nyilatkozatok. És amikor aztán a kész odáig bontakozott az életében, hogy a parlament felsőházi termében volt az országos kongresszusunk, akkor hirtelen 1000 alapító tagja lett a késznek, aki föl volt háborodva, hogy miért nem az első sorokban kapott helyet. Ilyen élményünk. De ugyanakkor meg vannak csodálatos élményeink. Ugye például abban a tekintetben, hogy hogyan alakultak a kapcsolataink a Kárpát-medence szerte az elcsatolt történelmi régiók magyar közösségeivel. Először a Vajdaságban Keresztény Értelmiségi Körnek nevezték magukat. Elsősorban ott a Vajdaságban alakult egy nagyon gyönyörű, most már 7. éve bontakozó, valóban bontakozó, aktív, személyes közösség. A Kéknek a csoportjai az összes jelentős vajdasági magyar településen jelen vannak, tehát egy nagyon jelentős társadalmi tényező a vajdasági magyarok életében a Kék. Uh-huh.
De aztán ugyanígy hasonló módon az összes többi régióban is, a Fölvidéken, ott nagyon nehéz a helyzet, azt láttuk. Kárpátalján ott napi kenyérgondokkal küzdenek, és hát persze Erdélyben, Kolozsváron például, ott egészen más a helyzet. De hát ezt tapasztaltuk meg, hogy nem lehet ugyanazon a napon említeni, vagy nem lehet ugyanúgy közelíteni különböző történelmi régiók közösségeihez és a közösségeinek a helyzetéhez. Egészen más is más a szituáció. Másrészt pedig, ami leginkább kísértés, és ez mindenkit érint, politikát, politikusokat, értelmiségieket, lelkipásztorokat, hogy mi megpróbáljuk innen megmondani, hogy mi az ő helyzetük, vagy mi az, ami nekik jó, vagy hogyan kívánunk segíteni. Na ez az, ami a leginkább elhibázott lépés, és hát sokszor előfordul ez az egyéni életünkben is, hogy magunkból indulunk csak ki. Ahelyett, hogy a súlypontot áthelyeznénk, és azt szemlélnénk, hogy igazán ők hogy élnek, nekik mik az igényeik, ők mi az, amiben segítséget kérnek, várnak, vagy éppenséggel, és ez a harmadik szempont, hogy éppenséggel mi mit kapunk tőlük, mert hiszen nem csak arról, hogy majd mi kisegítjük őket, vagy majd mi segítséget nyújtunk, hanem mi mindent kapunk, mi őtőlük. Ön azt mondja, hogy ezekben a régiókban más és más a jellemzője ezeknek a közösségeknek, ezeknek a keresztény közösségeknek. Mint ahogy én úgy gondolom, hogy a vallásszabadság foka, vagy a vallásszabadság megítélése is más és más különböző helyeken. Hát nyilván például egy kolozsvári magyar közösség, és konkrétan például egy egyházi közösség valami egészen frenetikus körülmények között, vagy anyagi adottságok között képes létezni. Tehát láttam ott a kolozsvári esperes plébánosnak olyan csodálatos plébániája van, olyan közösségi házuk van, szállodát tartanak fönn, és annak az infrastruktúrának minden hátsó fedezete megvan és adott. Én nekem egy nyomorult plébánia házam sincs. Tehát én egy társasház földszintjén egy kis irodában nyomorgok, mint belvárosi főplébánia és két szolgálati lakás, és a templomainkon kívül gyakorlatilag nincs plébánia ház. Tehát ugye eleve, ugye mi Erdélyt szoktuk mondani, hogy majd mi segítünk, hogy a székely, vagy az erdélyi magyaroknak. Hát ilyen szempontból, ilyen jobb tekintetben... Jobb körülmények között élnek. Ők legalábbis például Kolozsvár. Ha már, kedves atya, ön az anyagi dolgokat említi, akkor hadd idézzem fel a laudációra adott válaszának egy nagyon rövid kis részét, amikor azt mondta, hogy Isten segítségével ez a díj nagyon jókor érkezett, mert hát nem tagadhatta és nem is tagadta el, hogy ez némi készpénzzel is járt. Idézzük csak fel nézőink kedvéért, hogy mi történt a díj átvételét megelőző napokban. Igen, tehát az állami kitüntetések nem járnak pénzösszeggel. De az alapítványnak viszont a kitüntetése 3 millió forinttal jár, ami számomra az isteni gondviselésnek valami egészen sajátos megtapasztalását adta. Méghozzá ez történt azért, mert a plébániám, belvárosi főplébánia bizony majdnem fizetésképtelen helyzetbe jutott, és ez pont előző nap derült ki. A fizetésképtelenség azt jelenti, hogy a villanyszámlát meg a gázszámlát. Igen, villanyszámlát, gázszámlát, tehát a rezsiköltséget, illetve a munkatársak fizetését nem nagyon tudtam volna már kiadni. Ennek az oka pedig az, hogy mivel a templom rekonstrukció kapcsán, pályázati pénzek kapcsán, munkákhoz elkülönített összegek, célösszegek a plébánia számláján gazdagon vannak és rendelkezésre állnak, csak hát ezeket mind konkrét projektre kell használni. És nem vettük észre, vagy későn vettük észre, hogy közben meg a működési fedezet az pedig kezd egészen drámai módon lecsökkenni. És amikor kétségbe estünk, és kétségbe estem én személy szerint, de nagyon, akkor másnap reggel jött a minisztériumból, másnap reggel, tehát egy éjszaka telt el mindössze, és jött a telefon, hogy a kuratórium nekem ítélte az idén ezt az összeget, és hát, hogy ez pénzzel is jár. Úgyhogy a 3 millió forint az rögtön ment a plébánia számlájára, mert hiszen ez a pénz, ez nem az enyém, ez teljesen nyilvánvaló, ezt a jóisten segítségképpel adta, mint egy mentőövet a plébánia számára. Akkor is, ha jogilag természetesen az összeg önt illette volna meg, teljesen szabad felhasználásra. Igen. De most azt mondja, hogy kapott csak egyik nap egy telefont, hogy ön a díjazottja az alapítványnak, nem szivárogtak ki a hírek. Hát az egyházon belül is azért
mennek ugye a fű alatt a hírek, hogy ön nem tudott arról, hogy ön lesz a kitüntetett. Nem, semmit nem tudtam nem róla. Nem semmit nem tudtam róla. Nem valóban. Uh-huh. És hát nyilván a közvélemény is a médián keresztül elsősorban jutott hozzá, azhoz pedig a magán a díjátadón. Ami egyébként tényleg nagyon szép volt, és tényleg nagyon megadták a módját. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akiket ez illet. Térjünk vissza megint egy kicsit a keresztény értelmiségek szövetségéhez. Azon belül is én arra lennék kíváncsi, hogy a szövetség mennyire kellett, hogy foglalkozzon, kivált az utóbbi hónapokban, kivált az utóbbi 2-3 évben azzal, hogy Európa szerte, és hát mivel mi Európa szerves része vagyunk Magyarországon is, egyre több olyan jel látszik, amely azt mondja, hogy nehezedik a keresztény emberek helyzete, vallás gyakorlása, és a többi. És azt hiszem, hogy akkor én nagyon finoman fogalmaztam, ha azt mondtam, hogy nehezedik ez a helyzet. Ez nagyon érdekes ez a kérdés, mert bizonyos szempontból mi szomorúak vagyunk, hogy visszaszorulunk. És hát ezt mondjuk létszámban nyilvánvalóan igaz. Ugyanakkor, ha nyugatabbra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a nyugati keresztény közösségek sokkal rosszabb helyzetben vannak még, mint mi. Tehát nálunk még a liturgia a helyén van, nálunk a keresztény közösségek élőek, vannak egyesületeink, és van egy olyan magja az egyháznak, amelyik egyre tudatosabb. Tehát, hogy az a nehéz helyzet, amit a környezetünk, ez a liberális, és relativista és jóléti társadalomokhoz, ez abban az irányban hat, és abban az irányba tol bennünket, hogy még következetesebben legyünk azonosak önmagunkkal. Tehát aki keresztény, az tényleg legyen az. És ez jelenti konkrétan a vallásgyakorlást, jelenti az elkötelezettség vállalását, jelenti egy közösséghez tartozást, és abban való aktív szerepvállalást. Tehát ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy nem állunk rosszul, illetve hát konkrétan például az élethez való viszonyt tekintve, mert hiszen azért a mi családjaink szépen bontakoznak, és látjuk azt, hogy igent mondanak az életre, és a gyermekeket is azzal a gyönyörű szeretettel hordozzák, amit a mi kereszténységünk nyilván eleve meghatároz. De hadd mondjak erre egy egészen konkrét példát, hogy mire alapozom ezt a véleményemet. Volt nálam még keresztény értelmiségiek szövetsége elnökeként a Lacroix-nak az újságírója. Ez ugye egy állítólag francia katolikus napi lap, és hát azzal jött az újságíró egy tolmács kíséretében, hogy Magyarországról szeretnének egy képet adni az újságban. És akkor én elmondtam ugye azt, hogy egyrészt én büszke vagyok, hogy magyar vagyok, mert hiszen olyan kormánya van az országnak és miniszterelnöke, akit bár mocskolnak és gyaláznak Európa szerte, de hát azért mégiscsak modellértékű ugye mintákat tud adni, amit aztán minden gyalázkodás ellenére mégiscsak átvesznek számos országban. Másrészt büszke vagyok arra, hogy magyar keresztény vagyok, mert hiszen azért tudunk példát mutatni, és különösen ez a visegrádi négyek, ez egy zseniális ötlet és gondolat, és nem csak politikai értelemben, hanem egyházi életünket tekintve is, hiszen a lengyelekkel való barátságunknak van egy ilyen dimenziója és lehetősége, hogy a dekadens Európában, hogy az ortodox kelet és a teljesen pusztuló nyugati társadalom számára tudunk alternatívát kínálni. Ez egy óriási erő és óriási lehetőség. Na, de a lényeg az, hogy tehát minek után elmondtam szépen ezeket, és megmutattam a 2000 éves templomot. Ja, még a Lacroix-nál vagyunk. Még a Lacroix-nál vagyunk. Igen. Megmutattam a 2000 éves templomot, és mondtam, hogy egy büszkén vállalható keresztény magyar múlt, 1000 éve itt van kőbevésve. És akkor megegyeztünk, hogy megírja majd a cikket, és elküldi, átnézem, és akkor megjelenik. Úgy küldte a cikket, ahogy bárki a nézők közül. Őrület. Nem jelenhetett őrület. Meg. Tehát csak az őrület. Jelenhet meg, ami az ő ideológiai őrület. Előföltevéseikből, vagy politikai ítéletformálásukból fakad, vagy azt alátámasztja. Pedig nem a francia baloldalnak alapjáról van szó, hanem egy keresztény újságról, Kereszt című francia lapról. Igen, így van. És nem jelent meg. Apropó, ha már kereszt. Hogy élte meg azt, atya, én
Talán 2 évvel ezelőtt olvastam, hogy Olaszországban, Rómában az iskolák faláról levetették a keresztet. Igen, igen, erről beszélünk. Tehát amit az előbb mondtam, aznak ezek a tények a bizonyítékai, hogy milyen bajban van a nyugati, akár keresztény és katolikus közösség is. Ugyanezt Németországban is láttuk, pontosan ugyanezt történt, hogyha egyetlen muszlim diák volt az osztályban, és a szülő azt mondta, hogy ő tiltakozik, mert őt bántja az önérzetét, az a kereszt ott a falon, akkor simán levették. Tehát ez a fajta ideológia, ez a hazug, liberális, relativista ideológia, ami úgy tüntet föl sokféle vallást, meg ideológiát, filozófiát, erkölcsöt, minden egyenlő, és hogy az emberi jogok olyan módon ütköznek egymással, amit látunk napról napra most már, hogy ebben a tekintetben ez a hazugság, hogy minden egyenlő, ez teljesen pusztulásba vitte Európát. Mint ahogy az sem nyeri el szerintem az önök tetszését, azoknak az elégedettségét, akik a keresztény értelmiségiek szövetségébe tömörültek, de nem csak azokét, hanem egyáltalán a magyar keresztény érzületű emberekét, hogy próbálják úgy ellehetetleníteni az egyházat, most maradjunk akár a római katolikus egyháznál, hogy ők ne szóljanak bele a politikába. Hogy ne szóljanak bele a politikába akkor, amikor azért a társadalomnak egy meglehetősen nagy részét képviselik ők? Igen, ezt olyan mélyen átmosták a társadalomnak a tudatát ebből a szempontból, és olyan mélyen beleültették ezt az előföltevést, hogy a pap meg az egyház ne politizáljon és ne szóljon bele az ügyekbe, hogy ez még a katolikus híveknek a körében is általános vélekedés volt. Tehát ha a szószékről valamilyen fajta nem politikai, hanem közéleti kérdésben megnyilatkozunk, akkor számos támadás ér, vagy akár azonnal a sekrestyében vádat és szemrehányást kapunk, hogy miért politizálunk. Tehát hogy ne kellene politizálnunk? Természetesen nem a pártpolitika vonatkozásában, vagy nem a politikai hatalom gyakorlása irányában, mert az természetesen azt adhoz semmi közünk, az a politikusoknak a dolga, és abban mi nem avatkozunk bele. De az, hogy véleményt mondunk a társadalmi életünk, a közös ügyeink legnagyobb témáiban, az kutya kötelességünk, bocsánat a kifejezésért, hiszen Jézusnak mindenre vonatkozóan, egyéni és közösségi életünk minden kérdésére vonatkozóan van útmutatása, van tanítása, van iránymutatása, ezt pedig nekünk hangoztatni, képviselni, hirdetni kell. Már beszélgetésünk első részében ugye említettük, hogy ön a kitüntetést 35 éves papi szolgálatáért is kapta. Ami azt jelenti, ugye, hogy ön már jóval a rendszerváltozást megelőzően is folytatta papi tevékenységét, illetve hát akkor szentelték pappá, amikor még az egypárti államforma működött Magyarországon, és hát a kommunizmus mindenek felett. Abban az időben, ugye keresztény értelmiségiek szövetségéről akkor még nem beszélhettünk, de olyan keresztény-katolikus közösségekről igen, amelyek abban az időben hogy tudtak, bocsánatot kérek a szóért, igét hirdetni. Tehát hogy emlékszik vissza azokra az időkre, amikor feltételezésem szerint, hiszen nagyon sok dicsérő szóval az új rendszert sem említhette atya a katolikus és a keresztény egyházak működését illetően, de abban az időben, ha összehasonlítjuk a mával, hogy tudtak önök dolgozni? Sok minden jut eszembe ezzel a témával és kérdéssel kapcsolatban. Először is a készhez még egy gondolattal visszatérve, nagyon sok és sokféle kormány alatt dolgozott a kész az elmúlt 20 évben. Uh-huh. Hát voltak ezek között egészen durván baloldali, egy Gyurcsány kormány idejében, hát nem kell mondani, hogy milyen ellenszélben tettük a dolgunkat, és volt persze Orbán kormány is, ahol tudtunk nyilván szövetséget kötni, és tudtunk közös célokért együtt is erőfeszítéseket tenni. De hát a korábbi időszakról ugye van most szó. Ott eszembe jutott először is az az élményem, hogy fiatal papként Németországban helyettesítettem egy személyes kapcsolat révén egy nyáron egy plébánián.
Magyar közösség élt ott azon a területen? Nem, nem, ez egy német plébánia volt, Stuttgart közelében egyébként, és hát amikor kezdett letelni az ottani időm, akkor kapacitáltak, de nagyon, hogy maradjak ott. Ez most azért is vetődött föl ilyen nagyon élesen bennem, mert rendkívüli fájdalom számomra, és még föl is bosszant. Amikor hallom azt, hogy a mi tehetséges fiataljaink, a legjobbak közül valók is, mennek ki ugye nyugatra, Anglia sokszor hangzik el, mint helyszín, és ott rabszolgák, csicskások lesznek. De nagyon megalázó helyzetekben adott esetben, ahol kihajtják a lelküket, az utolsó leheletig igénybe veszik a munkájukat, ugyanakkor méltatlan körülmények között is tartják őket, például ilyen vendéglátóipari munkával kapcsolatban hallottam sok ilyet, sok esetet, és hát nem a magyar közösséget, nem a nemzetet, nem a mi betegeinket, nem a mi gyerekeinket, nem a mi nemzeti érdekeinket szolgálják ilyen módon. Mennyivel tehetségtelenebbek vagy alávalóbbak a mi fiataljaink, mint mondjuk egy angol vagy egy német. Tehát engem ez nagyon-nagyon fáj. Na de visszatérve, akkor már kapacitáltak, hogy maradjak ott. És hát ott minden lehetőség megvan a lelkipásztori munka számára. Olyan plébániát adnak nekem, és olyan autót raknak a ház elé, amilyet akarok. Mondtam, hogy hát nem lehet, mert édesanyám is, húgom is ugye Magyarországon vannak, otthon vannak, és hát nyilván azért én kapcsolódom, kötődöm hozzájuk. Hát semmi gond, nyugodtan hozzam édesanyámat, húgom orvos, adnak orvosi állást ott a helyszínen, vagy a közvetlen környezetében. Mondtam, hogy nem lehet, mert hát én pap vagyok, és a jóisten nem véletlenül helyezett oda, ahova helyezett. És akkor mondták, hogy nem, hát ugye ott kommunista diktatúra van, nehéz az egyháznak a helyzete, itt pedig minden lehetőség megvan a lelkipásztorkodás számára. Mondtam, hogy éppen azért kell visszamennem, és éppen azért kell otthon lennem, mert ott nehéz helyzet van. Tehát ez a, nyilván az, a, az indulat volt és a lelkület bennünk, vagy annak a tudata, hogy mi ide kerültünk a Jóistennek a kegyelméből, rendeléséből, akaratából, tehát itt kell betöltenünk magunk helyét, akkor is, hogyha valóban egy üldöztetett helyzetben voltunk akkor. Ehhez kapcsolódik a másik élmény, kispapként még megpróbálta a kommunista diktatúra beépíteni. Tehát volt még nekem mint ilyen élménye. Társát, ugye? Mint annyi annyitársam, Andrássy úton volt, akkor útlevélosztály címszó alatt futott a dolog, és Bécsbe egy német nyelvkurzusra küldtek ki az egyetemről, és ennek az ürügye alatt történt meg ez a kihallgatás. Ez még Baden-Württemberg előtt volt? Ez, igen, ez még előtte volt, így van. És akkor próbáltak ugye beépíteni. De hát ennek nem mondom tovább a történetét, de nagyon érdekes élmény volt, és érdekes volt látni azt, ahogy alakult a diktatúra, és ahogy puhult a diktatúra. Pontosabban kesztyűt húztak, és más stílussal, más módszerekkel, más eszközökkel folytatták tovább a munkát. És hát aztán, hogy hogyan tudtunk helytállni, annak pedig még a harmadik, ami eszembe jut, hogy nyilván sokféle élmény és szempont, hogy nagyon fontos volt azokban az évtizedekben, mindig is, de talán azokban az évtizedekben még nyilvánvalóbb ez a család. Tehát, hogy mit hoztunk otthonról, a szüleink nemzedéke mit adott át, milyen bátorsággal, következetességgel, tévedést nem hagyva értékítéletben, politikai pártállást tekintve, vagy akár az egyháziasságunkat is hangoztatva, hogy mit adott át nekünk. És ahol megvolt az a családi fedezet, megvolt a szülőknek, a maguknak is az a tartása, ott az ember könnyebben vészelte túl ezeket a nehéz éveket, évtizedeket, mert megvolt a muníció. Kedves atya, visszatérve most a mába, ön azt mondta, hogy a gondozó munka során kiket kell ápolniuk, kiket kell tanítaniuk, öregeket, időseket, betegeket, és itt a fiatalokat is felsorolta. Hogy ítéli meg? Manapság hallani, hogy csak idős emberek vannak a templomban, a szentmiséken. Nekem vannak más tapasztalataim is, de ön hogy látja, mennyire kötődhetnek az egyházhoz a ma gyermekei? Ahogy a korban előre haladok magam is, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, gyakorlatilag is, nem csak elméletileg,
hogy minden korosztályhoz egyformán szól a küldetésünk, és minden korosztály egyformán rászorul a maga sajátos helyzetének és körülményeinek megfelelően, arra a lelki támogatásra, arra az evangéliumi jó hírre, örömhírre, reménységre, ami Jézustól származik. Tehát nincs ebben különbség, hogy én csak a fiatalok, csak az öregek, csak a középkorúak, vagy csak a kicsi gyerekek. Tehát ilyen nincs. Mindenki egyformán Krisztusra szorul, és Krisztusból él, és ő mindenkinek az üdvhozója. Tehát ebben nekünk sem szabad ilyen módon különbséget tennünk. Nyilvánvaló, hogy mégis az idősebb generáció van többségben a templomainkban vagy a közösségeinkben. Ennek többféle oka van. Az egyik oka nyilván az, hogy a leginkább hadrafogható és mozgósítható generáció az az éppen nyugdíjba ment nemzedék, akik felszabadultak már bizonyos egzisztenciális kényszerektől, vagy a gyermeknevelés közvetlen feladataitól, hiszen már az unokákat nevelik, ami persze nem kevés. Van, hogy többet jelent, mint a saját gyerek. Így van. De azért mégsem az, ami a szülőnek a felelőssége. És hát látjuk, hogy ők nagyon aktívak a közösségeinkben is. De most hadd beszéljek akkor a fiatalokról is, mert azt látom, hogy boldogan a belvárosi főplébánia templom miatt, de talán egyébként is igaz ez, hogy exponenciálisan megnőtt a jegyeseknek a száma, ugye gyönyörű a templom, úgyhogy szeretettel hívok mindenkit a belvárosi főplébánia templom meglátogatására. Gyönyörű a templom, és ezért rengeteg fiatal jelentkezik már most a következő szezon időszakba, hogy az esküvőjét itt tartsa a templomban. Azért, tehát van egy olyan generáció, és van egy olyan rétege a társadalomnak, amelyik az igényesség irányába mozdul. Ebből a szempontból úgy látom, hogy ketté szakad a társadalom, és talán ez más vonatkozásban is igaz, de így is. Van egy rendkívül igényes, és az igényesség felé egyre inkább mozduló réteg, és van egy magyar nyelv olyan csodálatos, egy semmire kellő réteg is. Magyar nyelv az kifejezi a lényeget. És ez nem csak egy lenéző jelző, hanem bizony sokszor ez drámaian valóság. Tehát, hogy értelmetlennek tekintik az életüket, hogy enerváltak, kedvetlenek, nem tudnak magukkal mit kezdeni. Ilyen értelemben is semmire kellők, hogy nincs céljuk, miért kell fölkelni. Na de ez ad teendőt önöknek. Ugye? Ez aztán bőséggel ad teendőt nekünk. Kedves atya, most, amikor megköszönöm önnek, hogy eljött stúdiónkba, nézőinknek el kell mondanom, hogy 2 nappal vagyunk karácsony előtt. Felvételünk időpontjában. Amikor beszélgetésünk a nézők elé kerül, az már karácsony szent estéje. Kérem, hogy néhány mondatot mondjon arról, hogy elsősorban ön hogy várja az ünnepet. Talán az adventi időszaknak és így a karácsonynak is a legfontosabb üzenete egy szóval összefoglalható, Emmanuel, azaz velünk az Isten. És ezzel kapcsolatban mindig eszembe jut a Benedek pápának egy nagyon fontos kitétele. Elemzi, hogy vajon a megtestesülés óta, tehát amióta a fiúisten emberré lett ott Betlehemben 2000 évvel ezelőtt, hogy akkor, illetve Názáretben, Mária méhében, hogy mi történt az emberiség nagy családjában. Mennyivel lettek különbek az emberek, vagy hogy ugyanúgy jelen van a bűn, mennyivel lettek igazságosabb a társadalmaink, égbe kiáltó igazságtalanságok magasodnak elénk és háborgatják a lelkünket, nem lett szabadabb a társadalom vagy az egyes ember, és sorolhatnánk tovább. Na de akkor miért? Akkor mit hozott mégis Jézus az emberiségnek, és Benedek pápa megválaszolja? Az Istent. És ez nem kevés, ez minden. Osztia Zoltán atya, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és áldott ünnepet kívánunk a televízió nézőink nevében is önnek. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, tartsanak máskor is a duettel.